Nagyon kellemes, szép napot nektek, sziasztok! Lemenő napfényben ma egy Skodánk még, amit megnéznénk, egy Skoda Octaviát fogunk megnézni. Magyarországi itthoni darab, fehér színű, 2007-es a járgánya, pontos holnapot és a napot azt koncertónál tudjuk meg. El is kérjük tőle a forgalmi engedélyt, van itt még más is, úgy látom, majd mindjárt azt is meg fogjuk nézni. Tehát az autónk magyarországi 2007, 8. hó 9-ei. 1.6-os, 75 kW-os, 102 lóerős benzinmotor van benne. Az autó egy hatalmas, tágas kocsi, óriási csomagtérre rendelkezik, és ilyen alap extrákat kértek bele a járműbe, amit majd mindjárt végig fogunk nézni. Az autó nagyon jó állapotú és jó minőségű Wredenstein márkájú nyári gumiszett van. Nagyon jó állapotú. Tényleg eljöttök, látjátok majd, hogy minden okés vele. Aztán, ha megforgatjuk a forgalmiát, akkor meg tudjuk nézni a műszaki vizsgáját, tehát 25, 9. hó 30, tehát pontosan mondhatjuk rá, hogy egy év még biztos, hogy van rajta. Aztán azt is tudjuk, hogy az M3 autóparké ez a gépjármű, 1154 Budapest, Szent Mihály út, 90 szám. Ezt beteszem a zsebembe, nehogy elvesszen. Károly Viktor Zoltán 498, meg tudjátok keresni, Ámbátor, én már megkerestem az ügyfélkapun, és van is róla információm. Nézzük a motorját, tehát hallgassuk meg, 1.6 benzin. Értelmesen, normálisan jár, többet nem tudok róla megmondani. A karosszériája átlagos állapotú, nincs rajta semmi komoly extra elváltozás. 2007-es autó, közel 20 évébe fog lépni majd néhány év múlva, úgyhogy gondolom ez egy megfelelő darab állapota, azt tükrözi, hogy egy 2007-es autót nézegettünk. Tehát a csomagtartó, amiről beszéltem, hatalmas, óriási, ki lehet belőle venni a kalaptartót, és oda be lehet feküdni, ha ledöntjük az ülést. Én szerintem simán 2 méter innen oda az a hátsó támla még, úgy tényleg óriási alapból is. Ha kiszedegetnénk, de nem szedegetem ki, ebbe pótkerékkel lefotóztam különben a pótkereket, úgyhogy ez benne van. Megnézegetjük itt a hátsó üléssort, ugye támlák ezzel a mozdulattal ugye eldönthetőek, a hátsó szövetkárpitozás tökéletes, teljesen normális és jó állapotú. Légzsákban 2 darab van benne, elől a vezetőnek és a utasnak jobb oldalról. Jó párszor kiszállhattak, meg beszállhattak, mert hogy ugye javították, látom ezt a szélt a derekunknál, és a közepében is van egy kis hiba. Hát ezt meg lehet gyógyítgatni, egy jó kárpitos ügyesen, gyorsan megcsinálja. Ennyi esztétikai hiba van itt benne belülről. Az ablakok működnek. A másik is ugye letilt. Le. Jó, teszi a dolgát. Ezen kívül beteszem magam én is ide a kocsiba. Mit fogunk itt még látni? Azt, hogy lehalkítom a rádiót. A kilométerolás pontosan 2.35, 9.22. És akkor nézzük az ügyfélkapu, mit mutat. Azt mondja, hogy 2.35, 9.19-nél most 18-án ebben a hónapban, ugye akkor vásároltuk meg ezt a kocsit, akkor került ide hozzánk ezzel az óra állással, és visszamenőleg pedig 138-tól, ugye 13-tól, ugye 2-től lehet ugye nyomon követni ezt a dolgot. Káresemény pedig 19 óta ugye nem történt, ezt mutatja ez, hogy ez a alsó sor itt. Jó, azt mondja, hogy ezt láttátok, és akkor még van itt egy fontos dolog, megint csak azt ugye én megnéztem, és nyugodtan garanciának vehetitek, ez az volt ügyfél gazdája, 24. augusztus 8-án egy Exide akkumulátort tett bele, hát ez egy jó 35-40 ezres tétel, egy vadonatúj akkumulátor van benne, egy hónapos ez van benne, én ezt meg is néztem, hogy a valóságnak megfelel, ez Concerto őrzi tovább. A rádiója egy ugye rádió és AUX USB csatlakozóval ellátott kütyű, egy Alpine, mi volt ez? Igen, itt látjátok, itt a doboza is különben ennek a fejegységnek ugye az elejét le lehet pattintani és be lehet tenni. Van benne bordkomputer, innen lehet nézegetni ugye a fogyasztást, ugye
kézi fékem az kicsit behúzva maradt. Abszolút rend. Hoppá, milyen jó fog a fék. Hú, de szűk szembe a nap. Jó, a futóműve úgy érzem, hogy nem kopog, nem zörög ki, a fogó se fúj ki. A fék az rettentő módon fog rajta. Nagyon óvatosan kell nyomni, mert bólintunk már lefelé együtt a srácokkal. Még a helyükön vannak, de vigyáznunk kell vele. Tehát minden működik, de majd mindjárt egyet indítok nektek. Vissza fogok kérni, hogy megnézzük, hogy találunk-e még benne valamit, amit érdemes megnézni. Üzemi hőfokon vagyunk. Szépen meghúzattam. Az autó jól gyorsul. És tényleg, ma csak ő a fék rajta. Hát a gumi az fogja, ugye az tényleg jó állapotú az is. Na, visszaértünk ide a telephelyre, és ablak fel. Egy, kettő fönn van, nézzük meg akkor, hogy indul az autón. Leállítottam az autót. Gyújtás, tehát van itt még ABS, amit még nem látunk, ugye, vagy nem láttatok, ugye. Felgyulladni, ötös a kéziváltója, világítás. Ugye, ő is működik benne, ott látjátok, villana. Toyotánknak az elején, és manuális klíma van benne. Be is kapcsolt a kompresszor, megemelt egy picit a fordulat számot is a gép, úgyhogy szépen ő is dolgozik benne. Ezen kívül többit megmutattam nektek. Amennyiben érdekes lehet, gyertek el hozzánk ide a kereskedésbe, és nézegessétek át az autót, és még a kormányoszlop is állítható. Na, ennyi lenne akkor az Octaviánk. Itt a kereskedésben találkozunk, legyetek jók, sziasztok, a viszontlátásra. Jó, ezt ne felejtsetek el megnyomni, köszi.